Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják, benne elsőként egy stúdió beszélgetést Ajkaváros rendőrkapitányával. Úgy gondolom, nagyon sok érdekes és hasznos információ fog elhangzani. Kérem, tartsanak velünk! Köszönöm a stúdióban Szoboszlai Tibort, Ajkaváros rendőrkapitányát. Jó estét kívánok, kapitány úr! Jó estét kívánok! Kapitány úr, mi megkérdeztük a járókelőket, úgymond az utca emberét arról, hogy mi a véleményük a rendőrség munkájáról Ajkán és a körzetben. Javaslom, hogy nézzük meg először ezt a bejátszást, és utána kezdjük az érdemi beszélgetést. Nézzük. Mennyire elégedett a rendőrség munkájával, közbiztonság, közlekedésbiztonság? Itt elég, hát itt állandóan rendőr lát az ember, legalábbis én nem tudok úgy elmozdulni. Ha munkával az utcán mindig látok, bár megyek haza, vagy munkába. Hát itt persze teljesen elégedett. És esetleg, ha kérdezhetne a rendőrkapitánytól valamit, lenne hozzá valami kérdése? Hát igazán nem tudnék tőle mit kérdezni. Hát én nekem problémám nincs vele. Nincs. Hála Isten. És ha... De amúgy meg vagyok velük elégedve. Nem is látja közember, hogy milyen a rendőrség munkája, mert a híradások sincsenek olyan szinten, hogy mindent tudjunk a munkásságáról a rendőrségnek. Ritkán találkozom rendőrrel, úgyhogy innentől kezdve nekem nagyon szimpatikusak. Levecserben most valaki rosszul parkol, akkor egyből büntetnek, tehát nem, hogy figyelmeztetnének, de viszont, hogyha valami probléma van, akkor meg tehetetlenek, tehát szóval akkor gyengék. Tudnak rá példát mondani, hogy ennél lenyomta a levecseri rendőr, tehát lehagyjuk. Szóval, de büntetni meg tud. Úgyhogy azért méltányolhatna, hogy figyelmeztetné előbb, mert azért 10 000 forint senkinek se úgy esik be, tehát szóval így ezt mondanám. Hát egyáltalán nem vagyok velük megelégedve. Hát a Devecser rendőrök abszolút nem, mert volt olyan példa, hogy ki kellett hívnom hetente a rendőröket, intézkedés nem volt. Szóval annyi, hogy feljegyezték a nevemet, meg a címemet, és elmentek. Annyit tudok róluk mondani. Tehát egyáltalán nem tudok. Nem lehet velük kapcsolatot tartani normálisan, úgy, ahogy kellene, nem dolgoznak. Ugye, hogy az ember, amit elmond nekik, nem azt csinálják. Abszolút nem úgy működnek együtt az emberre, hogy kéne. Ennyit tudok róluk mondani. Hú, hát különösebb tapasztalatom nincs a rendőrség munkájáról. Látom őket sűrűn, nap mint nap, éjszaka is sokat mozgok, elég sűrűn látom őket, de amúgy különösebbet nem tudok mondani róla. Kapitány úr, a rendőrség kapott hideget, meleget egyaránt, ahogy várható volt ugye a járókelők részéről. Ön személy szerint hogy látja általában a helyzetet, közbiztonságot, közlekedésbiztonságot itt Ajkán és a körzetben? Valóban a bejátszásban kaptunk hideget, meleget, de mondhatom, hogy azért a meleg volt túlsúlyba. Nyilvánvalóan azt nem várhatjuk el, hogy mindig mindenki elégedetlen, hiszen aki úgy találkozik a rendőrséggel, hogy őt valamilyen szabálysértés elkövetési miatt esetleg bírságolni kell, akkor valószínűleg nem az elégedettségének fog hangot adni. De a kérdésre visszatérve, én azt gondolom, hogy jelenleg a közbiztonsággal, a közlekedésbiztonsággal problémák nincsenek. Nyilván tökéletesen elégedettek nem lehetünk sohasem. Ha a közbiztonságot nézzük, és visszamegyünk mondjuk 2-3 évvel ezelőttre, ahhoz képest jelentősen csökkent a nyomozásaink száma. A tavalyi évben a 2013-hoz képest mintegy 200-al kevesebb nyomozást rendeltünk el, az idei évben pedig, ha időarányosan nézzük, jelenleg is már körülbelül mintegy 100-al kevesebb az egyébként tavaly is lényegesen alacsonyabb számhoz képest a nyomozás rendeléseinknek a száma. Ez tehát azt mutatja, hogy lényegesen kevesebb bűncselekmény történik, nem csak Ajka városában egyébként, hanem a Ajkai Kapitányság egész illetékességi területét, ha nézzük. Ami szintén lényeges, és vizsgáljuk is ezt rendszeresen, hogy mi okozza mondjuk ezt a csökkenést, vagy ezt a különbséget, hiszen nem mindegy, hogy milyen bűncselekményekből történik kevesebb. Ha több évre visszamegyünk, akkor általában elmondható volt az, hogy az összbűncselekmények számának arányán belül mondjuk olyan 70% volt a vagyonelleni bűncselekmények száma vagy aránya, tehát 70%-nyi vagyonelleni. Így van, lopás, betörés, csalás, sikkasztás, és még jó néhány vagyonelleni bűncselekmény van. Természetesen a lopás volt az, amelyik ennek a döntőányát, ennek a bizonyos 70%-nak adta. A tavalyi évben eljutottunk oda, hogy körülbelül az összbűncselekmények
éveken belül a vagyonai bűncselekmények aránya már csak olyan 55% környékére volt, és most jelenleg, hogyha az idei év első 8 hónapját nézzük, akkor 50% alá ment, tehát 43-4% a vagyonai bűncselekmények aránya az összbűncselekményekhez képest. Tehát ha azt nézzük, hogy néhány évvel ezelőtt 70% a bűncselekmények vagyonai bűncselekmény volt, a bűncselekmény szám csökkent, ez a csökkenés szinte elmondhatjuk, hogy a vagyonai bűncselekmények számában következett be, az összbűncselekmény száma nem felénél is most már lényegesen kevesebb a vagyonai bűncselekmények száma. És miért is fontos ezt hangsúlyozni? Én azt gondolom, hogy általában azért egy kapitányság illetékességi területén a vagyonai bűncselekmények azok, amelyek legjobban befolyásolják az emberek biztonságérzetét, hiszen ha a vagyontárgyaikat nem tudják biztonságba, akkor az lényegesen hat az ő szubjektív biztonságérzetükre. Kapitány úr, milyen a kapitányság személyi állományának feltöltöttsége? Soha nem lettünk azzal elégedettek, a személyi állomány, amíg nem 100%-os, és sajnos nem vagyunk 100%-ig feltöltve, de néhány hiányunk van. Zömében egyébként a közteti állományban vannak hiányok, de szerencsére nem olyan mértékű, ez 10% alatti bőven ez a hiány, ami mondjuk befolyásolná az érdemi munkát, akár a közteleten, akár egyébként a bűnügyi állomány tekintetében. Tehát van néhány hiány, de az össz munkára ez nincs kiadása. Tehát nincs fennakadás. Nincs természetesen. Ekkora hiánya, még minden további nélkül el lehet végezni a feladatunkat. Mi kértük a nézőinket, hogy küldjenek kérdéseket önnek. Kaptunk is jó párat. Engedje meg, hogy most akkor végig menjünk ezeken, feltegyem ezeket a kérdéseket. Rendben. Érkezett ilyen kérdés például, hogy hajléktalanok időnként zaklatják a járókelőket, különösebben nagyobb boltok, áruházak környékén, parkolókban. Előfordul az is, hogy esetleg agresszívan kéregetnek. Van-e a rendőrségnek bármilyen jogosultsága velük szemben intézkedni? Vagy például teszem azt, egy nagyobb hipermarket parkolója, ami ugye a hipermarket tulajdonában van, intézkedhet-e ott a rendőr? Természetesen, hogyha bejelentés érkezik erről, hogyha a lakossági bejelentés, vagy bárki, akit ilyen inzultus ér, erről bejelentést tesz, akkor akár a Tesco parkokban, vagy bárhol máshol is, hiszen valakit sérelem ért. Ha a kódulást nézzük, hogyha valaki kéreget, a kódulásnak vannak olyan esetei, ami szabálysértést képez. Ha valaki gyermekkel kódul például, tehát mert ilyennel is van azért példa, akkor nem is kell, hogy kéregessen, a kiül mondjuk egy sarokra, és ott tartja az ölében a gyereket. Tehát Ajkán ilyennel talán én nem találkoztam, de bizony nagyobb városokban azért ez előfordul, hogy az ölében tartja a gyermekét is úgy kódul, ez már önmagában szabálysértés követel. De egyébként egyéb esetei is vannak a kódulásnak, hogyha valaki leszólítgat embereket, vagy házalással, vagy lakásokba becsenget azzal is, úgy kéreget pénzt, vagy akármi mást, akkor ez a szabálysértést követel. Ez a szabálysértés egyébként a járáshivatal, mint szabálysértés hatóság hatáskörébe tartozik, de természetesen intézkedni a rendőrség fog ebbe, hogyha ilyen bejelentés érkezik, akkor a rendőr járőre a helyszínre vonul, igazoltatja a szabálysértés elkövetőjét, esetleg, hogyha nem olyan jellegű volt, vagy nem visszatérő, akkor akár figyelmeztetésbe is, vagy helyszínbírságba is részesítheti, de akár feljelentéssel is érhet, és akkor ezt a feljelentést továbbítjuk az illetékes szabálysértési hatóságnak. Tehát van erre szankció, hogyha ilyen történik, és ilyenről tudomást szedünk, vagy ilyenről bejelentést kapunk, akkor el fogunk járni az ilyenekkel szemben. Következő kérdés. Időnként is több-kevesebb rendszerességgel találkozni olyan úgymond vadhajtókkal, főleg motorosokkal a városban, akik tövig húzott gázzal, bőget van motor, tépetnek végig tényleg a városon keresztül, és hát úgy tűnik, hogy mintha nem lehetne semmit se tenni ellenük, valóban nem? Nyilván lehet. Most már szerencsénkre van a kapitányságnak egy csak az Ajkai kapitányság által használt van egy bonyolult neve, vagyunk a Trafipaxnál. Tehát ha vannak olyan helyek, nyilván mi is tudjuk, van jó néhány felállítási hely, ahova mi terveztük, hogy kiállunk a Trafipaxnál. Csak úgy nem fogunk kiállni, mindig felmérjük a helyet, azt külön engedélyeztetni kell, de hogyha a lakosságnak van olyan, észlel olyan területet, ahol kifejezetten gyakran fordulnak elő ilyen esetek, akkor azt kérem, hogy jelezzék felénk. Mi megvizsgáljuk azt állítól, hogy hova lehetne felállni Trafipaxnál. Nem eldugni akarjuk egyébként a Trafipaxot, ki fogunk
odaállni. Csikos autóból mérünk, tehát nem az a célunk, hogy feltétlenül büntessünk, de azt gondolom, hogy a megelőzés szempontjából már az is legendő, hogy egy csikos autóval felrobban egy ilyen sebességmérő eszköz. Úgyhogy kérem, hogy ezt jelzék, megvizsgáljuk a lehetőségét, és akkor ott el fogunk járni. Volt már korábban az Ajkai Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot is felmerült ez a kérdés egyébként. Én akkor tettem egy olyan ígéretet, hogy igyekszünk motoros rendőrt hozni a városba, legalábbis nekünk nincs ilyen motoros rendőrünk, de mondjuk a megyében van esetleg más kapitányságok, vagy a megyei szervektől tudunk ilyet hozni. Sajnos a nyári idegenforgalmi szezonban általában motoros kollégák a Balaton partján teljesítenek szolgálatot. Én utánéztem, ennek két alkalommal voltak itt mindössze a nyáron motorral. Azt gondolom, hogy egyébként, ha éppen mondjuk a motorosokkal szemben kellene fellépni, akkor ennek is lenne némi visszatartó ereje. Én megpróbálom azt elérni, hogy amíg az időjárás engedi, addig jöjjön ide esetleg motoros rendőr kolléga. Azt gondolom, hogy ennek azért van talán visszatartó ereje az ilyen vad motorosokkal szemben esetleg. Bár mondjuk autósok is vannak. Autósok is vannak, talán majd a Trafipax előbb-utóbb utoléri őket. Kapitány úr, itt a büntetésekkel kapcsolatban hadd kérdezzem meg, van-e mérlegelési joga a rendőrnek, a rendőrjárőrnek mondjuk, hiszen úgy néz ki, hogy a legkisebb vétségért is nagyon kemény több tízezer forintos büntetéseket szabnak ki. Teszem azt, ha valaki nincs bekötve a biztonsági öve. Tehát van-e mérlegelési joga, és egyáltalán van-e, hogy első figyelmeztetés, vagy bármi, vagy azonnal ki kell szabni azt a 30 ezer forintot? Ilyen, hogy ki kell szabni, ilyen egészen bizonyosan nincs. Az intézkedő rendőrnek van mérlegelési jogköre, és sem a közvetlen felettese, sem én nem adhatok arra utasítást az utcán intézkedő kollégának, hogy ő most figyelmeztessen, helyszínbírságoljon, vagy akár feljelentéssel éljen. Ez az ott intézkedő kollégának a szíve joga eldönteni, és nincs büntetési kötelezettsége, tehát soha nem kap olyan eligazítást a szolgálatba lépésekor egy utcánra kerülő kolléga, vagy utcán intézkedő kolléga, hogy ennyi meg ennyi bírságot kéne. Néha hallunk ilyet a sajtóból, nincs ilyen, és azt bátran kimerem jelenteni, és vállom is ennek ezért a kijelentésemért a felséget, nincs ilyen. Aki az utcán intézkedik, őneki van joga eldönteni, hogy figyelmeztet, helyszínbírságol, vagy éppen feljelentéssel él. Nyilván vannak bizonyos jogszabályi kötelezettségek, van olyan szabálysértés, vagy szabályszegés, ami kötelezően büntetendő, például a biztonságvet említette, ez nem is egyszerű szabálysértés, ez közigazgatási bírsággal sújtandó, tehát azért is helyesbítettem, hogy nem szabálysértés, hanem szabályszegésről van szó. Ez közigazgatási bírsággal sújtandó, megvan a megfelelő protokoll szerinti eljárás, tehát ekkor ki kell szabni a közigazgatási bírságot. De egyéb szabálysértések esetén akár figyelmezhetett is a rendőr, ezt a helyszínen eldönti, mindenféle körülményt figyelembe vesz, és van jog egyébként figyelmeztetni is, vagy akár helyszínbírságolni. A helyszínbírságolásnak egyébként feltétele, hogy a szabálysértő is ismeri ott a helyszínen a szabálysértést. Mm-hmm. Tehát akkor csak akkor lehet elintézni a szabálysértést helyszíni bírsággal, hogyha azt a szabálysértést azt elkövető is ismert ott a helyszínen az intézkedő rendőrnek. De azért mondjuk hadd mondjam, mert tudok több olyan konkrét esetről, amikor például utcákon keresztül szirénázó villogó rendőrkocsival mentek valaki után, mert nem volt bekötve a biztonsági öve. Tehát ezt azért némileg túlzásnak érzem. Hát elképzelhető, hogy a rendőr észlelt a szabálysértést, vagy a szabályszegést, azt azért ki kell jelenteni, hogy a rendőr észlelt egy szabálysértést, vagy szabályszegést, amellett nem mehet el. Hogy ezt most kékfénye több utcán keresztül üldözte, nem tudom, lehet, hogy a kékfényre már észlelte volna ezt a bizonyos szabályszegő, vagy szabálysértő megállt volna, akkor nyilván nem került volna sor több utcán keresztül üldözésre. Egy konkrét esetben most nehezen tudok így reagálni. Egy biztos, a rendőr a szabálysértést, vagy szabályszegést észlel, amellett nem mehet el. Tehát akkor intézkednie kell, az egy más kérdés, hogy milyen módon intézkedik, vagy éppen milyen szankcióval sújtja azt a bizonyos szabálysértést vagy szabályszegést. Kapitány úr, tudjuk mindnyájan, vannak olyanok, akik szinte sportot üznek a feljelentésből, notórius feljelentők, akiket nyilván önök is ismernek, és tudják, hogy ha kimennek, akkor is úgymond árnyékra vetődnek. Van-e lehetőség szelektálni? Tehát mit lehet tenni? Vissza lehet-e tartani az ilyen notórius feljelentőket? Ha bejelentés érkezik a rendőrséghez, vagy a hatóságunkhoz, minden esetben intézkednünk kell. Ha olyan a bejelentés, akkor ki kell vonulnunk, még akkor is, ha tudjuk, hogy ő már ötödször jelent be, és nem biztos, hogy az úgy van, ahogy. De mi van, hogyha éppen a hatodik alkalommal meg valóban történt valami, amikor nekünk intézkednünk kell. Tehát igenis, ha tudjuk, még akkor is, hogy már többször előfordult egy adott bejelentővel kapcsolatban, hogy fals volt a bejelentés, akkor is ki kell vonulnunk, akkor is meg kell győződnünk arra, hogy a bejelentés valós-e vagy sem.
ha valóban a bejelentés, akkor van egy ilyen szabálysértés, épp így is hívják egyébként, hogy valóban bejelentés, és ezt ugye a szabálysértési előkészítő eljárást fogunk akkor indítani. Nem is egy ilyet indítottunk már, több ilyen is volt már példa, és emiatt a szabálysértés miatt bizony eljárunk, és ráadásul ez bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértés, mi lefolytatjuk ezt a bizonyos szabálysértési előkészítő eljárást, és a bíróságra kerül ez az ügy, és a bíróság fogja eldönteni, hogy milyen szankcióval illeti az illetőt. Tehát jó néhány ilyen eljárásunk volt már, de mérlegelésünk abban, hogy jön egy bejelentés, és mi azt tudjuk, hát tudom, ő már rendszeresen mindig fals bejelentést tesz, mennünk kell, mert lehet, hogy ez a bejelentés éppen nem az. Aztán, hogyha kiderül, hogy mégis az volt, akkor eljárunk. Akkor rendőr elkészíti a szabálysértés feljelentést, eljárunk, lefolytatjuk az eljárást, és megy a bíróságra az ügy. Hát szórakozni nem érdemes. Hát szórakozni nem érdemes, így van. Van ilyen tényállás a szabálysértési törvényben, hogy valótlan bejelentés, és ha ez kiderül, hogy indokolatlanul hívták a rendőrséget, vagy akár egyébként mentőt vagy tűzoltót is indokolatlanul hívnak, akkor abban is el fogunk járni. Szintén egy nézői kérdés, hogy kapnak-e a rendőrök valamiféle jogi kiképzés, jogi oktatást, hogy mondjuk különbséget tudjanak tenni egy sima bírósági jegyzőkönyv és egy határozat között. Hiszen, ahogy nézőnk elmondta, őt egy bírósági jegyzőkönyv alapján akarták a rendőrök eljárás alá vonni. Nyilván konkrét esetet meg kéne vizsgálnom, hogy itt most miről van szó, vagy pontosan kéne ismerni a körülményeket. Az bizonyos, hogy bíróság végzés alapján járhat a rendőr, ha bírósági ügyről van szó, de ez sem ennyire egyszerű, mert egy puszta végzés sem biztos, hogy elegendő. Tehát ha egy bírósági végzésnek valaki nem tesz eleget, vagy az abban foglaltakat nem hajtja végre, akkor a bíróság végrehajtóhoz kerül az ügy, és a bírósági végrehajtó az, aki karhatalmi, úgynevezett karhatalmi segítséget kérhet, tehát kérheti a rendőr segítséget abba, hogy azt a bizonyos bírósági végzést végrehajtsák, vagy segítsük végrehajtani. Akkor sem a rendőrség hajtja végre, a végrehajtó dolga az végrehajtani, de kér rendőr segítséget, akár a saját védelme érdekében is. Ahogy a képzésekre még egy mondattal hadd utaljak, rendszeresek a képzések, nagyon sok jogszabályváltozás van egyébként, nagyon nehéz ezt követni. Lassan már jogi végzettséget illetnének az utcán szolgáltatásító rendőrök. Rengeteg jogszabályváltozást próbáljuk mi természetesen átvinni. Rengeteg oktatáson havonta tartunk állománygyűléseket. Az állománygyűlés keretében ott van valamennyi kollégánk, és ennek a keretében az új jogszabályokat mindig ismertetjük, de hát nyilván előfordulhat olyan, hogy esetleg valami friss jogszabály még egy kicsit nehezebben megy át. Rendszeresek az oktatások, ezt mondhatom a végrehajtó állomány részére is, meg egyébként a mi részünkre is, én magam is többször megyek, hogyha jelentősebb jogszabályváltozás van, akkor akár központi oktatást is elrendelnek a részünkre. Kapitány, a következő kérdés, nézőn szerint nagyon sokáig tartott ügyeknek a nyomozása. Akkor is, ha egyértelmű egy ügy, mondjuk teszem azt, megütnek valakit, egyértelmű az elkövető, és csak egy év múlva kerül majd ügyészségre a dolog. Ez miért van így? Hát az előző kérdéshez hasonlóan nyilván egy konkrét ügybe ismerni kéne, hogy miről van szó. Én azt gondolom, hogy ha ennyire egyszerű egy tényállás, hogy megütnek valakit, és arra megfelelő bizonyíték is van, tanú, vagy mondjuk egy videófelvétel, vagy egy közterületi kamerafelvétel, vagy bármi ilyesmi, akkor nem fog ez egy évig tartani. Jó kell azt látni, nagyon szigorú szabályok vonatkoznak egyébként a nyomozási határidőkre, alapból 60 napig tartott egy nyomozás, és ezt utána az ügyészség engedélyével lehet meghosszabbítani, illetve egészen pontosan az ügyészség hosszabbítja meg. Az ügyészség nagyon szigorúan felügyeli a nyomozásokat, tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy évig tartson egy nyomozás, az nem a rendőrségen múlik, az az ügyészség engedélyével tarthat csak egy évig. Nyilvánvalóan az ügyész nagyon sokszor előír olyan bizonyítási eszközök beszerzését, amit a nyomozatosságnak végre kell hajtani, és az ügyészség jól látja, hogy ennek ennyi idő szükséglete van, akár egy szakértő vélemény, van, amikor egy szakértő véleményre akár hónapokat is várni kell. Lehet, hogy most éppen valakit megütöttek, orvos szakértőnek kell eldönteni, hogy ez a sérülés most súlyos vagy könnyű, a súlyosomból akkor esetleg maradandó fogyatékosságot okozott-e vagy sem. Akár sokféle kategória van. Sokféle kategória, és akár hónapokig is eltarthat, míg egy szakvélemény elkészül. Tehát még egyszer mondom, 60 nap az alap eset, de egy éven túl is lehet nyomozni. Van olyan ügyünk, amikor egy éven túl tart a nyomozás, de szigorú ügyészi felügyelet mellett. Tehát a rendőrség önmagától nem dönthet úgy, hogy most ezt az ügyet én egy évig fogom nyomozni. Hozzáteszem, hogy az országos rendőrfőkapitányság elvárása most már ebben az évben külön figyeli is ezt az országos rendőrfőkapitány, és méri azt, hogy melyik nyomozóhatóság mennyi ideig nyomoz átlagban. Van egy limitérték, ami a nyomozás átlagos időtartama
az összes nyomozás tekintve azt nem haladtatja meg, úgyhogy erre mi is kiemelt figyelmet fordítunk. Az idejében egyébként egy viszonylag gyorsnak mondható eljárás a bíróság elé, úgynevezett bíróság elé állítási intézménye. Az idejében közel 100 olyan ügyünk volt már, amikor gyorsított rövidített eljárásban bíróság állítással fejeztük be a nyomozást. Közel 100 ilyen ügyünk volt már ebben az évben. Korábban ez nem volt ennyire jellemző, 40-50 előállítás volt bírósági eljárás évente. Mennyi egyébként a felderített és felderítetlen bűnügyek aránya most, ha ezt lehet így százalékosan vagy arányaiban? Igen, vannak ilyen mutatóink. Mostán az első 8 hónap pontos adata még nem áll rendelkezésre. Ez egyébként egy minden egyes bűncselekményről statisztika adatlap készül, és ebben nagyon sok kérdésre lehet választ adni. Ugye ez későbbiekben mindenféle elemzésekre ad lehetőséget. Most jelen pillanatban az Ajkai Kapitányságon egyébként a megyében talán a legjobb eredményt produkáltuk ezen a szinten. 70% körüli a felderítési mutatónk. Tehát az összes megtörtént bűncselekménynek a 70%-ában elkövető ismerté válik. Kapitány úr, ön említette az imént a térfigyelő kamerákat, és azt hiszem, hogy azt fontos felvetnünk jött, és ezzel kapcsolatban kérdés egyébként. Bebizonyosodott az más városokban, hogy erős visszatartó ereje van mindenféle szempontból, közlekedési biztonság, közbiztonság szempontjából is. Nem lenne egy célszerű, vagy nem lenne lehetőség arra, hogy itt Ajkán is elhelyezzenek több helyen, kritikus helyeken térfigyelő kamerákat. Azt mondhatom, hogy én térfigyelő kamera párti vagyok, és talán nincs is olyan rendőr, aki ne lenne az. Valóban, hogyha valahol, és ez kimutatható statisztikailag is, hogyha valahol térfigyelő kamerákat helyeznek el, térfigyelő rendszer működik, ezt egyébként nagyon szigorú jogszabályi előírásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy való működtessen térfigyelő kamerarendszer. A községek határán jelezni kell, hogy a községben térfigyelő kamera működik, ahol ezt kirakják, ott ezt táblával jelezni is kell. Mindenképpen van visszatartó ereje, de nem a rendőrség telepíti ezeket a térfigyelő rendszereket, vagy térfigyelő kamerákat. A rendőrség erre bár mindenféle támogatást megad, sőt kifejezetten szeretnénk minél több helyen térfigyelő kamerarendszert látni és működtetni. A működtetésben egyébként van szerepünk, tehát nagyon szigorúan szabályozott, hogyha valahol térfigyelő kamerarendszert elhelyeztek, akkor ki az, aki az azáltal rögzített képhez hozzáférhet, vagy azt egyáltalán nézheti, vagy a rögzített képet egyáltalán megtekinteti, vagy felhasználhatja, közterület, felügyelet, polgárőrség és rendőrség, és nagyjából itt vége is van a felsorolásnak. Beszéltünk már erről egyébként polgármester úrral. Nem zárkoztak el ezelőtt, megvizsgálják a lehetőségét, és én ígéretet kaptam arra, hogy előbb-utóbb Ajkán is megvalósítják a térfigyelő kamerarendszert. Tehát akkor van lehetőség, van esély? Van lehetőség, van esély, és én szerintem az önkormányzat ebben partner is lesz. Mi mindenképpen partnerek vagyunk abban, és azt gondolom, hogy jó együttműködést tápolunk az önkormányzattal előbb-utóbb. Nyilván ennek komoly anyagi vonzata is van, tehát ezt tervezni kell, amint erre lesz lehetőség, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt meg tudják itt is, vagy meg tudjuk itt is valósítani. Én meg biztos vagyok benne, hogy sokan örülnének neki, hogyha ez így megvalósul. Mi mindenképpen. Úgy értem, hogy a civilek is, tehát lakosság is örülnek neki. Kapitány úr, nincs olyan tévé, azt gondolom, nincs olyan híradás mostanában, amelyik ne foglalkozna az a legnagyobb problémával, ami jelenleg az országban, Európában zajlik a migránsok kérdésével. Nem tudom, bármilyen módon érinti-e ez itt a várost, a térséget. Tehát például azt, hogy vezényelnek-e le rendőröket innen a kapitányságról, oda határa. Azt tudni kell, hogy ugye nyilván ez valamennyien tudjuk a híradásokból, hogy ez a határmenti, a déli határmenti megyeket, elsősorban Csongrád megyét érinti. Azt tudni kell, és valamennyiüknek el kell fogadni, hogy nem Csongrád megyei rendőrség feladata az állam határvédelme, hanem a magyar rendőrség feladata. Ugye országos rendőrfőkapitány úr döntés alapján most szeptember 15-ével felállnak az úgynevezett határvadász századok. Ez egy kicsit ijesztőnek tűnő elnevezés, korábban is volt már ilyen, mint amikor még a határőrséget nem integrálták a rendőrségbe. Ez egy elnevezés, határvadász századoknak hívják, kifejezetten a határvédelme az ő feladatuk. Ez szeptember 15-tel fog felállni. Nyilván addig az egész rendőrség, az egész ország területén szolgálatot teljesítőknek feladata az illegális migráció elleni küzdelem. Lehet ebbe szerep az Ajkai Kapitányságnak is. Amit országos rendőrfőkapitányság ránk szab, azt megtesszük. Egyébként a mi területünkön is fordult is már elő illegális migráns, aki illegálisan lépte át a határt. Szerencsére nem jellemző ez, és nem olyan számban természetesen, de elő-elő fordul velük szemben, akár itt helyben is mi eljárunk, és
lefolytatjuk a megfelelő eljárást, ha már regisztrálták. Föl vannak készülve rá, figyelik. Így van, természetesen. Vannak azért olyan útvonalak, amiket kifejezetten figyelik, ugye a 8-as, egy számú, 8-as számú főút, tehát fel vagyunk rá készülve, és figyeljük is ezeket az útvonalakat. Előfordult már, hogy itt a mi területünkön is illegális migránsokat találtunk, de szerencsére nem közel sem olyan számban, mint mondjuk a határ mentén. Kapitány úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, hogy beszéltem el. Minden jót.